Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Kedves Anívia, köszöntelek téged. Ma van a születésnapod, és szívből kívánok neked minden jót, erőt és egészséget, neked is, a családodnak is. Most ezen a jósláson megnézzük azt, hogy mi vár rád a következő 12 hónapban. Én ezt a jóslást az asztrológia szerint készítettem el. Minden helyen van egy bolygó, annak a hatása, vagy annak a jelentése. Ennél a jóslásnál feltettem először mindig azt a kérdést, miért születtünk meg? És ezt a kérdést felteszem nálad is, miért születtél meg? Mi a feladatod itt a Földön? Erre megadja a választ ez a virág. Ezek a virágos kártyák az én saját kártyáim, de én nagyon nagy örömmel dolgozom vele. Ez a kártya, ez a virág azt jelenti, hogy valami visszatér az életedben, arra is utal, ha te szomorú vagy, vagy elveszítettél valamit, vagy valaki elbúcsúzott tőled, a szerencse az mindig visszatér hozzád. Itt ennél a kártyánál a holdnak az energiája van, az mutatja az anyukádat, de a belső érzelmeidet is. Itt látható egy tudás, de azt is mutatja, hogy a belső hangod, ez a belső tudásod segít abban, hogy változások, megújulások legyenek az életedben. De nem csak a belső hang, az érzelmeid, vagy az intuíciót segít, hanem anyukád is segít neked. Ez a kártya a napot szimbolizálja, illetve ezen a helyen van, ahol a nap energiája található, ennél a jóslásnál, és ez a virág mutatja a reményeket és a hitünket. Tehát mind az, amit te elérni szeretnél, lehet, hogy apukád befolyásol ezáltal és adja neked ezt az erőt, de a nap az szimbolizálja a te létedet is, és ez a te belső erőd is, hogy mindig megvan a remény, és ez legyen a hited. Itt, ezen a helyen, a Vénusz bolygó helye van, és melyik kártya esett ide ki? A Vénusz kártya. És az azt jelenti, hogy a te nőiességed, a női erőd, a kisugárzásod, az egy hangban áll a Vénusz bolygóval, mutatja a te nőiességedet is. Itt ezen a helyen, ahol ez a kártya található, van a mi földünk. A földünk az mutatja ezeket a reális dolgokat, azt, ami megvalósítható, és itt a kamilla virág látható, ami gyógyítást mutat. Az lehet, hogy téged ez a téma érdekel, vagy van gyógyító hatásod, vagy ez lehet a hivatásod. Az is lehet, hogy valami betegít téged, mert bizonytalan vagy, és most, a következő hónapokban lesz itt gyógyulás. Ezt a jóslást, ezt én találtam ki, meg a képet is én készítettem, és itt ezen a helyen a Mars bolygó látható, illetve uralkodik, tehát én ezt a jóslást a bolygókkal tettem összefüggésbe, és mi található ezen a helyen, ahol a Mars energia érezhető, ez az erősség, vagy a bátorságnak a jele.
Te nagyon bátor és erős vagy az életben, és ezt kimutatod a következő hónapokban is. Ez a Mars bolygó, az mutathat egy férfire is, és ez a férfi nagyon bátor, és fog közeledni hozzád, mert a következő kártya mutatja a szerelmet, és ez szerencsét hoz neked, mert itt van a Jupiter bolygónak a helye. És megyünk tovább a bolygóknál, és a következő az Szaturnusz bolygó, ami kihat a sorsunkra, kihat kármikus témákra, mert ezt őrzi. Azon kívül Szaturnusz bolygó gyakran megleckésztet bennünket. És itt ezen a helyen azt jelenti ez a virág, hogy valaki gondol rád. Valaki gondol rád a múltból. És ez a szerelemmel áll összeköttetésben, mert itt van a szerencse, és te a következő hónapokban ezt fogod átélni, én úgy mondanám, ez a központi téma. Hol lesznek változások, amit az Uránusz bolygó energiája mutat, azt jelzi ez a kártya, és ez azt jelenti, hogy ami olyan gazos, mint a kertben is, azt te most eltávolítod. Rendbe teszed ezt. Itt arról van szó, hogyha vannak félelmeid, vagy hamis ismerettségek, vagy valami, ami zavar az életedben, az olyan, mint egy gaz a te kertedben, azt most te eltávolítod. És így minden olyan tiszta lesz az életedben. És pontosan ez, ami változni fog a következő hónapokban. Itt van Neptun bolygónak a helye, és ez a virág azt mutatja, hogy te egy nagyon fontos hírt fogsz kapni. Neptun bolygó mutatja az álmokat. Azt, amiről te álmodozol, azt, amit te tervezel, itt lesz egy jó hír, vagy egy szerződés. Az lehet a hivatás is, egy munkahelyi szerződés. És itt Plutó bolygónál a hatalomról van szó, a belső erődről, és ez a kártya, ez a virág azt jelenti számodra, hogy megbecsülést fogsz kapni. Én ezt úgy gondolom, hogy ez a hivatásoddal fog összeköttetésben állni. Szerencse a szerelem területén, valaki gondol rád, éled a nőiességedet, elbúcsúzol a hamis gondolatoktól, érzelmektől, kapcsolatoktól, lesz egy jó hír, vagy egy szerződés, és meg fognak téged becsülni. Ez, ami várható rád a következő hónapokban, azon kívül itt egy gyógyító erő. Kedves Anivia, köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!